Buenos dias mindenkinek, jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit az adásunkban. Hol kezdenénk a napot? Hát a 7-Elevenben a kedvenc kávénk. Ja, és azért szeretjük ezt az utcasarkot, mert nem telik el úgy 5 másodperc, hogy ne jöjjön egy igazi V8. Például itt áll egy Dodge Ram, szintén egy Dodge Ram, a háttérben egy Escalade, és a Shellnek, a tulajdonosának ott áll két rendkívül gyönyörű Cadillac, ami az egyik Lowrider, a másikat pedig napi szinten szokta használni, ahogy látom, rengeteg Silverado, és az emberek elindultak a munkába, a pick-up-pal, a Verdákkal, a látványos jár, ott egy Lincoln Continent, megőrülök gyerekek. Én ezért rajongok, nagyon-nagyon-nagyon szeretjük itt kezdeni a napunkat, úgyhogy sétáljunk is be, ugyanis El Grande és Dennis már bent van. Nagy népszerűségnek örvend a 7-Eleven, legalábbis a mi körünkben. Nézzünk be Grandehoz és Dennishez. Jó reggelt kívánok! Buenos dias! Szia tesó! How are you? Say hello to Hungary! Everybody good? Happy? We really love you. Hungary. That's right, thank you. Mit csináltok, srácok? Nekem is vettem ilyen madáreledel. Köszönöm szépen. Csinálom a kávét, muchas gracias. Jó. Jó reggelt kívánok. El Grande. Szerinted? Jó reggelt kívánok. Mit csinálsz? Hotdog. Azt nézzétek. A szokásos reggeli. Na hát, én el is indulok megcsinálni a kis kávémat. Hát hogyan is mondjam nektek, srácok, ilyen gyors kaják vannak, meg van mindenféle, amit lehet mikrozni, és ilyen munkába járós dolgok. Grandénak reggeli kávépohár, azt a rohadt életben. Nézzétek csak. Kérem szépen. Így van, pontosan. Rengeteg sok mindent lehet vásárolni, olyan alkoholokat, olyan üdítőket, olyan édességeket, mindent, amit odahaza abszolút nem. Úgyhogy legszívesebben rengeteg dolgot hazavinnénk, de hát sajnos erre nincsen lehetőség, úgyhogy kielvezzük a pillanatot, amíg még itt vagyunk, aztán mindenféle finomságot megkóstolunk, amit otthon sajnos nem lehet vásárolni. Churrosos KitKat. Hát hol máshol látnál ilyet, nem? Churrosos KitKat. Mint Kaliforniában. Mindig a Grandére várunk. Mindig a Grand... Tudod, a pedikűr, manikűr, spa... Azt hagyjál, a szokásos, vagy rajta ülök a szemüvegemen, vagy nem hoztam el ott. Beleültél. És akkor mennénk ezt. Katasztrófa egyébként. A bál királynő. A bál királynő. Megkeressük az üveg magas sarkúját. Készen állsz? 48-asban most tettem. Nincs meg a szemüvege. Most jön a hiszti. Hamupopócska. Most jön a balhé. Nem szabad most viccelni ezzel egyébként. Nem, mert nagy a tenyere. Nagy a tenyere? Ideér? Egyébként tényleg? Most már érzem a hangot. Megvan. Ha ki van, hogy videózzuk. De hogy? Végre! Ugyanis letekertük a kormányt. Denis Amigomio lerántotta, kirántotta, meghúzta, lehúzta a kéz, behúzta a kéziféket, ugyanis... Pasadénából. Ugyanis, kérlek szépen tisztelettel titeket, mik vannak itt hanyagul letéve az út szélére? Wow. Nézzétek a színeket, hogy ez rózsaszín? Rózsaszín, meg ilyen barnás-vöröses. Púder. Hogy a belső tér az igazán rendben van. Épp, hogy elindultunk a 7-Elevenből, és akkor így talán belebotlunk ilyen gyönyörűségekbe. Gyerekek, friss műszaki van rajta. Ez mennyire beleélik a képbe, nem? Itt igen. Nem eladó esetleg? Milyen jót mutatna a magyar utakon? Lehet, hogy rá kéne kérdezni. Oda néz. Na itt látható az egyébként, hogy mennyire hasznos a patkajelző, hogyha lenne rajta, ugyanis pont ide találták ki ezekre a hatalmas patkákra, ugye itt lógna ki a két kis drót, rugóféleség, és jelezni a sofőrnek, hogy ácsi, közel vagyunk a patkához. Nézem az érvényes műszaki vizsgáját, mert nagyon kíváncsi vagyok rá. Augusztusig.
Augusztusig van műszaki rajta. De biztos gyönyörű. Használják, mert itt járunk el minden nap, és nem szoktuk látni. Lép le ide, légy szíves, Denis, hogy ugye ez a két alsó szárny is gyönyörű. Csak ezen az évjáraton van ez a nagyon X jelzés, ugye hátul. Csodálatos. És a 63-ason sincsen, úgyhogy nagy valószínűséggel ebben a két évben volt, 61 és 62-ben. Folytatjuk a megállónkat Dominic Torettoék üzlete előtt. Ugye az első részben szerepelt ez az üzlet, futottunk, azért liegek. Látjátok, hogy mennyire közel van a Dominic Torettoház? Még egy dolgot meg szeretnék mutatni neked, Grande. Ha kilépsz ide, úgy, hogy nem jönnek autók, mindenképp mutasd meg a belvárosi részt. Gyere kicsit kijebb. Gyere kicsit kijebb, mert eltakarja a pálmafa a lényeget. És látszik a market, és látszik így is a belvárosi részt. És mindenképp siessünk, mert nem hiába rohantunk, futottunk. Van itt egy kollega, egy igazán menő srác, aki egy olyan gépet hozott, egy SS Chevyt, úgyhogy ennél aktuálisabb nem is lehetne az itt létünk, ugyanis bízom is benne, hogy be is fogja indítani. Fotózkodnak is vele, pont bandáztunk a market előtt, amikor olyan mély és brutális V8 hangot hallottunk, hogy az agyunk szétrobbant. Na most, ahogy egyre közelebb haladunk, feltűnik a filmben szereplő Toretto ház, ugye? Szinte mindegyik filmben szerepelt. Nézzétek csak! Hú, de jó! Fotózkodnak. Pózolnak a géppel, ezt nevezem. Gyertek, amigok! Legyek olyan jó fej, hogy mi is kérjünk egy képet. Azért nem mindennapi. Nem szoktál te ilyen troll lenni. Hát én most troll leszek. Csöndben vagyunk, mert lehet, hogy ők is forgatnak. Persze. Hey. Szóval ez az a helyszín, ami tényleg Los Angeles ikonikus épületévé vált, ugyanis rengetegszer szerepelt a Halálos Iramban filmsorozatban. De ahogy látjátok, nagyon-nagyon közvetlen az autó tulajdonosa, azért ez nem minden nap. Igen. Örülök, hogy ilyeneket is elkapunk. Hát én oda megyek, gyerekek. Micsoda? Én ilyen pillanatot nem hagyok kiállni. Na, szóval, hogy igazán jó fényképek készülnek. Ennyit tesz, mikor valakit tudom, hogy so meg lehet szólítani. Így kell ezt, kérem. A Toretto háznál egy fekete autó. Mennyire szép már ez az autó, srácok. Mondhatjátok, hogy elájulunk mindentől, szerintem elájulunk mindentől. Őrület volt a Toretto háznál, viszont megéhezett a csapat, ezért eljöttünk a Wendy's-hez. Itt hamburgereket szolgáltatnak az embereknek, nézzünk körül, akárhova lép az ember Amerikában. Biztos vagyok benne, hogy 2 méterenként hamburgerezőbe botlik, úgyhogy sérjük már természetesen betartani. Már a sorban nézzétek meg. Már sorban állunk. Már sorban álltok. Húztatok sorszámot? Nem, első pontok. Igen. Hogy ne? Mit fogunk választani? Mi közül lehet? Szerintetok kezdve a reggeli minden van, mert nem tudom, hogy reggelőkkel lehet. Igen, meg mindenféle saláta, de meg meglátod, ez csak ott van a saláta. Különböző 4-5 fajta saláta van, látod? Hamburgerek, tász, régi dolog, ez a rendész. Van egy tény, Magyarországon is volt. Tényleg? Volt, bizony. Azt hiszem, hogy az Oktobornál volt. Vidéki gyerek vagyok mondani. Én is csak feltévedtem. Szögedi. Így is van. De azért... Nem rossz. Nem rossz? Nem rossz. Mindjárt kiderül. A hely, az bámulatos. Hát ez az amit. Nagyon hangulatos. És a régi stílusú székekkel, faszékekkel. Nagyon-nagyon hangulatos az egész.
igazi Amerika, de hát milyen is lenne Amerikában. Rende igényelt ketchupot. És adtak, köszönjük szépen. Milyen jó, hogy azért Magyarországon per 100 forint, vagy 200-at kell fizetni. Tényleg? Aha, hogy a kész így mellé, és mindig adnak egy marékkal hozzá. Tényleg? Aha. Na, nézzük a kis salátádat. Milyen salátás, Cézár saláta, csirkehúsival. Csirkehúsi béka. Így van. Double hamburger, ugye double bacon. Classic, igen, classic double. Ú, de jól néz ki. Nagyon menő. Hú, az nagyon finom lehet. És a sült kurti rendesen meg van sütve. Én csípőset kértem, csípős hamburgert, ez majd kiderül közben, hogy csípős volt-e. Szintén sült krumpli, ketchup és a nagyüdítők. Diétás nagyüdítők, úgyhogy... Ne tessék belekötni. De tényleg az, így van, csak lehet, azt szoktunk kérni. Úgyhogy jó étvágyat, srácok! És egész jó áron. Igen, és az átszél dúl pedig 31 dollár. 31 dollár, és azt kell mondani, hogy megebédelünk hárman, az nagyon jónak számít, és itt vagyunk Hollywoodban. És szokott változni az ár attól függ, és meglepően nem drága, hogy... Tehát, hogyha nem Hollywoodban vagyunk, de Vegasban más az ár... Szerintem igen. Mint hogy átmegyünk Vegasba, akkor ott is tök más árak vannak, úgyhogy... Úgyhogy ez egy tök jó ár. Nem feltétlenül jellemző egy franchise-ban. Igen, 50 dollár körül szoktunk ebédelni, ez meglepően olcsó volt. Úgyhogy... kijelenthetem azt, hogy aprítottunk? Igen, és... Én szerintem egy 20 éve jártam Wendy's-be itt Amerikában utoljára, de azt mondom, hogy teljesen jó hozza azt a minőséget, amit akkor is. Ez látszik itt. Ugye? Mindent elpusztítottuk az utolsó alattig, és mondhatjuk, hogy a kártyúni arra lesz. Nagyon fontos. Túlnyomó rész salátát szoktam enni itt Amerikában is. Próbálom tartani a diétát, de nyilván szoktam hamburgert is enni. Itt volt eddig a legfinomabb a saláta. Komolyan mondom, isteni volt az öntet, a bacon rajta, a hagyma, a saláta, a sajt. Imádtam, nagyon-nagyon finom volt. Úgyhogy nagyon jól tettünk, és hogy miért tök jó helyen vagyunk, ez elég nem tudom, mutattuk el, hogy igazi 70-es évekbeli feeling. Hollywood, Sunset Boulevard, Dennis névre. Így is van. És végtelen old school az egész külső. Szőnyeg van. És szőnyeg? Így van. És szőnyeg van, mondjuk ez azért tisztítás szempontjából. Old school. Ez a régi stílus. Igen. A székek szerintem ugyanúgy hát 70-es évek volt, hogy figyelj, minden tart, minden működik, tök jó. Tök normális a hely. Ahogy kell, ebéd után Trehó bácsikánk kávé és fánkozója. Nézzétek csak! Hú, bizony! Ott van, már nagyon kíváncsiak vagyunk rá, a legendás Danny Trejo fánkozója, úgyhogy tessék bemenni. De klassz. Na ezt nevezem. Na nézzük, hogy mi vár reánk. Húj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 
Na hát, van itt minden, mi szemszájnak ingere. Ugye, ugye? Nézzük, nézzük végig. OG. Aha. OG. Az eredeti frank. Fú, de jó élet van. Te jóság és én. Nagyon jó, tényleg. Tetszik? Hát, szerintem. Micsoda? Szó se tudjuk ülni. Olyat fogunk falni. Olyat fogunk falni. Kávé, igen. Dragon kávé. Ilyen, itt vagyunk. Persze. Megcsomjuk. Így van. Választjuk a fánkot. Választunk fánkot. Melyik legyen? Ez is nagyon jól néz ki, ez milyen? Helyileg, helyileg? Mennyi darab szám? Igen, a jó ízlés. Margarita. Nagyon jól néznek. Én biztos, hogy OG-t kérek. Az. Így van. Nagyon hangulatos a hely. Igen, figyelek. Együnk egy originált mindenféle. Jó. Meg én megkóstolnék egy bármilyen más fajtán, az jól néz ki. Kész, ennyi. Kikérve a kávé, a fánk, nagyon jól néz ki, de... Már eszünk. Ha? Már nyomjuk. Már nyomjuk. Akartam azt mondani, hogy nagyon jól néz ki, még nem kóstoltam, még én a pirosat kértem, de az íze is jó, Grani? Nagyon jó. Tényleg? Top? Igen.
nagyon kíváncsi vagyok. Melyiket kóstoltátok meg? Ez az OG? Neked igen. Hagytuk. Tényleg? Kóstolát? De jó fejek, ti is megkóstolhatjátok, ez természetesen. Ez meg rebarbarás. Rebarbara? De egyébként finom. Aha. Ez az originál. És melyik a finom? Melyik ez itt legjobb? Ez az originál. Aha. Az originál volt eddig a legjobb. Originál? Aha. Rebarbarásból is egyet. Törjél rebarbarásból egyet. Nagyon kíváncsi vagyok rá. Ott van. Kóstold meg a pirosat. Nem merem. Ez nagyon intenzív. Tényleg? Én mindenképp először a pirosat szeretném megkóstolni. A kávé az... azt magadnak tudod csinálni, kapsz egy alapot, nyilván kiegészítőket megtalálod a kávégépnél, aztán igazából ennyi. Mindenképp megkóstolom ezt. Ó, de jó. Ó, ez nagyon intenzív. Ó, de nézd. Azt a milyen belső van. Hát nézd ez. Na, jó, íze? Igen. Igen. Annyira jó, fordulunk itt. Annyira jó ez a kereszteződés. Itt kellett volna lájunk. Itt ülünk. Én egyben igen. Belünk ide és innen dumálunk. Ha van térerő, itt is voltunk. Nagyon menő. Igen, és nagyon jó ez a rózsaszín style. Uncle Dennis. Uncle Dennis Donuts. Mondhatni, távol áll tőlem, szó szerint. Nem is látom magam előtt, sose láttam ezt a stílust, ezt a... Mi ez? Segíts anime. Nekem. Anime. Rohadtul távol áll tőlem, de el kell ismerni. Zseniális ez az üzlet. Sitáljunk már be egy picit. Menjünk be. Én se tudom, de megmutatjuk. 1650 dollár. Igen, tudom, hogy őrült árai vannak ezeknek a figuráknak. Iszonyat minőségek. De hát ez zseniális, hogy néz ki. És nagy valószínűséggel a videó nem adja vissza, de ezek óriási dolgok. Igen. Ez amit ott látom. Így látszik. Így látszik. Csak megmutatjuk. Egy plázába belebotlottunk. Sétafika közben. Jó. Jó. Tovább lépünk. Okay. Viszont én ez is hozzátartozik. Azért lecsekkoltad? Rendben van? Semmi is. Gyönyörűek. Nagyon szépek. Nézzük meg azt a szobot. Mi vagy nem tudunk róla semmit, így kukán bámulunk, szétnézünk, megmutatunk egy életnagyságú szobor felsőt. De mennyire néztek gazdagot? Igen. Legtöbb első. Nyilván láttunk már ilyen anime filmet, meg kép, nem képregény, nem hívják képregénynek, kikérik maguknak az azon. Ez közül legyen. Fantasztikus. Nem is tudod hova tenni, nem? Egyes közösségi oldalakon. Majdnem 1000 dollár. Egyes közösségi oldalakon látni néha ilyen unboxing videókat, amikor ezeket kibontják, és van, aki olyan hát embernagyságúakat vásárol. Igen. Hát itt van, mindjárt mutatjuk. Ha mész kifel, akkor mutatom, hogy tulajdonképpen... Ezen nincsen. Szerintem ezt nem merték kiírni. Egészen megdöbbentő. Abszolút ember nagyságú. Na hát igen. Akkor baktassunk tovább, nézzük körül, hogy még mi vár ránk itt az üzletben. Az Örs vezértéri járkában. Hol zárnánk a mai napot? Hány óra van? Körülbelül. Hát otthon biztos egy 3-4-6 van reggel. Itt azért este, most már megnézem azért is, mert én nem szoktam este enni. Kérlek szépen 9 óra lesz. Este 9. Este 9. Mértéktartó Garcia. Mutatom. De most először fogom kipróbálni. Chopstick.
ugye úgy fogok bénázni ezt a vissza. Denis Amigo Mia megmutatja, hogy hogyan kell csinálni. Jó lesz, Isten kérdés. Figyelj, várjál. Vissza kell fogni a tálcát ide venni, mert úgy is lesz. Dehogy is, várjál. Úgy beszállt elég. Elégkedjél már. Most már azért is megfogom. Oda néz. Nincs Nissan Shigoto. Na jó van akkor. Amondó vagyok, hogy köszönjünk el a srácoktól. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok a mai adásban. Bízom benne, hogy a következőben is jelen lesztek. Illetve kövessétek be a közösségi oldalainkat, ugyanis a srácok folyamatosan költik fel a kimaradt jeleneteket, videókat, képeket, úgyhogy kész, ennyi volt, ki is esett a chopstickből a kaja, úgyhogy lehet, hogy lenyúlok valahonnan egy villát. Nagyon szépen köszönjük, hogy nézd a fiút. Oda néz, a profizmus ne továbbja. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok a mai nap folyamán. Találkozunk a következő adásban. Hát igazán igaz. Nem azért mondom a két fingérrel. Jó étvágyat kívánok mindenkinek. A műsor támogatója az olajshop.hu. Olajat az olajshoptól. A műsor támogatója a Tiszafer 2001 Kft. Üzletberendezés és display. Támogatónk a Ferro Delta Plus Kft. Napelemes kandelláberek és lakatosipari termékek gyártása.